Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit az ige szavaival. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mi Urunktól, az Úr Jézustól. Amen. A mi Atyánk következő kérésével folytassuk a mai áhítatunkat, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ha figyelünk az imádságra, akkor azt látjuk, hogy ez csak a negyedik kérés. Mi pedig általában, amikor Istenhez fordulunk, akkor mindig ezzel kezdjük. A mi dolgainkat, a mi megélhetésünket, a mi javunkat tartsa szem előtt. És itt figyelnünk kell ebben a kérésben arra, hogy amikor Istenre bízom a kenyér gondját, ezzel azt is kifejezem, hogy az egész életem az ő kezében van. Mit kell megtanulnunk ennek a kérésnek a kapcsán? Először is azt, hogy Isten ajándékaiból élünk. Még akkor is, ha sokszor válveregetve mondjuk azt, hogy én keresem, én fáradok érte, én dolgoztam meg azért, amin van, tehát jogosan megillett, gondoljunk arra, hogy minden Isten ajándéka. A második lecke az, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy nekünk van. Mi a mi kenyerünkért könyörgünk, azért, hogy nem csak az enyém, hanem a mellettem élő másik embernek is legyen meg a mindennapi kenyere. És ugyanakkor Jézus puritánságra, egyszerűségre is tanít bennünket, ezáltal, a kérés által, hogy elégedjünk meg. Nyilván ez nem csak azt jelenti, hogy a száraz kenyeret és a vizet adja nekünk egy nap, hanem mindazt, amire egy napon nekünk szükségünk van. A harmadik tanulság pedig az, hogy amikor kérem a magam számára, egyúttal azt is kérem Istentől, hogy olyan társadalomban élhessünk, ahol mindenkinek megadatik a kenyér, megadatik az a legszükségesebb minimum, ami az élethez, a mindennapi élethez szükséges, és ugyanakkor ránk bízza a másik emberről való gondoskodást is, mert nekem fontos kell, hogy legyen a másik embernek a kenyér gondja is. Így járjunk, így nézzünk körül a magunk világában naponként. Amen.